De jó ezt minden nap átélni, hogy Isten jelenléte föl tud emelni bennünket a nyomorúság, nehézség, problémák között, és tényleg mindig igaz, hogy amikor Isten jelenléte valóságosan átélhetjük, akkor az a mennyországnak az íze. Nem a teljessége még, de már az. Hiszen még testben vagyunk, elválaszt bennünket ettől még ez, de az ígéretek, Isten jelenléte már valóságos. Lukács evangélium a 24. rész 36. versétől folytatva a múlt heti történetet, kövessük majd Isten igét, álljunk föl, és így tegyük ezt meg. Lukács evangélium a 24. rész 36. versétől. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így szólt, így köszöntötte őket. Békesség nektek. Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk, miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezeimet és a lábaimat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és nézzetek meg jól. Mert a szellemek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva megmutatta neki a kezeit és a lábait. Amikor pedig még mindig hitetlenkedtek örömükben, és csodálkoztak, megkérdezte tőlük, van itt valami ennivalótok? Ők pedig adtak neki egy darab sült halat. Elvette, és szemük láttára megette. Majd itt szólt hozzájuk. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt hozzájuk. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadni a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És íme én elküldöm nektek az én atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Édesatyánk, taníts most is bennünket a te utadon, ami nem csak húsvéttől pünköstig tart, hanem itt a földi életből, a mennyei életbe. Uram, köszönöm azt, hogy ezek az ígéretek azért biztosak, mert te ezekért meghaltál, ezekért mindent vállaltál. Köszönjük ezt a szeretetet, és most is üzenj nekünk, töltsd be bennünket, rád van szükségünk. Amen. Foglaljuk helyet. Békesség nektek, Jézus ezzel köszöntötte, ez volt az első szava így a tanítványi közösséghez. Ezt talán többször hallodjátok tőlem is, és tudjátok is nagyon sokan, hogy ezt héberül a sálommal fejezik ki, görögül azzal, hogy Eiréné, és hát akinek van Irén nevű ismerőse, az tudja, hogy ezt hordozza is, ezt a békességet a nevében. Szóval ez egy valami nagyon lényeges dolog. Ha a mi Urunk Jézus Krisztus ezzel kezdi a mondani valóját a feltámadása után a tanítványai számára, nekünk is, és ez azért lényeges ezek szerint, mert ez a békességet akarja, hogy az életükben a valóság legyen. Hogyan veheti át ez a békesség az uralmat az én életemben is, a mi életünkben is, a félelmek, a kétségek, a helyett, ami egyébként ott elő tud kerülni az életünkben. Jézusnak volt egy nagyon fontos ígérete, illetve neki vezetése. A János 14.27-ben azt olvassuk, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjem. Tehát van többféle békesség, most mi az Istentől kapott, a mennyből származó békességről szeretnénk szólni. Arra, amire akkora nagy szükségünk van. Nem csak egyszerűen földi békességre, az is nagyszerű, nem arról van szó, hogy az nem jó, vagy ne lenne fontos bizonyos helyzetekben, de nem elég.
ahhoz, hogy teljes életet éljünk. Attól, hogy éppen nem háborúzunk valakivel, és úgymond béke van, az nem jelenti, hogy minden rendben van. Viszont amikor az Istennel való békességünk beáll, és valóságá lesz, és az ő békessége lesz a szívünknek az otthona, na az, ami már összeköt bennünket a mennyel. Az nem emberi. Nem úgy van, ahogy a világ adja, hanem ez az Isten ajándéka. És ennek következménye, hogy a nyughatatlan szívünk, az elcsüggedő szívünk, a kétkedő szívünk is megnyugvást, békességet tud találni. Sőt, ennél többet is, majd erre szeretnénk figyelni, hogy ez a tanítványok életében hogy következett be, mert nagyon érdekes ez az érzelmi változás is, amit keresztül mennek, a hit, a kétségek, a félelmek között, egészen az örömig, és annak a békességig, ami betöltötte utána teljes életüket. Szóval mennyire fontos a békességnek az áldása? Vagy ez csak egy ilyen szép dolog. Nagyon sok olyan áldása van Isten országának, ami nem közvetlenül a kezünkkel ragadható meg, nem egyből látható, de sokkal értékesebb mégis a kézzel megfogható pénznél, vagy értékeknél, amit meg tudunk vásárolni. Ilyen az áldás is például. Nem tudjuk így kézzel megfogni, begyűjtögetni, elraktározgatni. Mégis akinek az Isten áldása ott van az életében, annak mindene megvan. Mindene, amire szüksége van. Na, lehet, hogy éppen az, amit mások vágynak, vagy mástól irigyel, az nem fog megjelenni az életébe, de pont azért, mert nincs is szüksége rá. Mindene megvan, akinek az Isten áldása ott van. Ez nagyon hasonló, és nagyon közel van az áldáshoz, és az áldás része ez a békesség, amiről Jézus azt mondta, hogy az én békességemet, az övét adja, mert neki van. És van rá hatalma, hogy megossza, és meg is fizet te ennek az árát, hogy a mi életünkben is békesség legyen. A sálom kifejezés, a békesség, többször volt már szó róla, egy nagyon ismert város névben is benne van, a Jeruzsálemnek a nevében. Nem véletlen, nem csak azért említettem, mert hát Jeruzsálem Izrael fővárosa, sőt, a Bibliában olvashatjuk, hogy mindez hogyan történt, hanem azért, mert ehhez egy nagyon fontos bibliai történet tartozik. Ahol talán még inkább megérthetjük a békességnek a fontosságát és a hit útján való szerepét. Először ott találkozunk Jeruzsálemmel, amikor még nem is az a neve egyébként, amikor Ábrahám odaér a városhoz. És kiderül, hogy ott a békesség, a Sálem királya található, és Ábrahám a hit atya vele találkozik. Nézzük is meg ezt, 1 Mózes 14-18, Melkisédek, mert így hívták, Sálem királya, ez lett később Jeruzsálem királya, kenyeret és bort vitt ki eléje, ő a felséges Isten papja volt. Menjünk még egy verset tovább, 19. Megáldotta őt, és ezt mondta, áldott vagy Abrám, a felséges Isten előtt, aki az eget és a földet alkotta. Itt még ugye Abrámnak hívták Ábrámot, később Isten áldásából lett Ábrám néve. Tehát Sálem, a békesség királya találkozik a hit atyával, és megáldja az ő békességével, és azt mondja, ez a békesség, ezt jelenti, hogy áldott vagy. Kimondja újra rá békességgel is mindezt. És hogy ez mennyire közel jött hozzánk, és nem csak egy szép bibliai történet, amiben lehet gyönyörködni, kiderül, hogy ennek lelki-szellemi hatása is van az életünkben. Zsidókhoz írt levél 7. résznek az eleje erről beszél. Mert Melkisédek, Sálem királya, a magasságos Isten papja volt, aki a királyok leveléséből visszatérő Ábrahám elé ment, és megáldotta. Figyelj, elé ment. Tehát, hogy úgy találkozott, hogy a hit útján a békességgel hogy találkozunk. Ábrahám pedig tizedet is adott neki mindenből. Melkisédek neve először azt jelenti igazság királya, aztán Sálem királya, vagyis békesség királya.
És még a hal, sem apja, sem anyja, sem nemzetsége, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, mivel pedig hasonló az Isten fiához, pap marad mindörökké. És aztán Isten igéje beszél arról, hogy ennek a papságnak, a Melkisédek szerinti papságnak lett örököse Jézus Krisztus, a békesség királya. És igen, ez így működik, hogy a hit útján, ahogy elindulunk, mint ahogyan Ábrám is elindult, előbb-utóbb nemhogy csak találkozunk a békesség királyával, hanem ő fog megáldani bennünket. Része lesz az életünknek. Áldást nyerünk tőle, és igenis, ez elengedhetetlen. Egy hívő ember nem lehet békétlen. Nem lehet egész életében zaklatott, nem lehet kétségek között, minden pillanatban nem vezérhetik el, egyszerűen azért, mert a békesség királyának az útján járhat. Ő fog elénk jönni, ha itt útján járunk. Az persze küzdelmekkel jár, látjuk, éppen Ábrahám is egy harcból, egy csatából érkezik. Ott, ahol keményen kellett küzdenie. És nem azért lett békessége, mert vége lett a csatának és győzedelmeskedett. Nem azért, mert a békesség királyával találkozhatott és megáldotta. Nem a harc vége lett a békesség, hanem az Isten áldása, ami még a harcban is elkísér bennünket. És ott is jelen van, és abból is az életünket meg szeretné menteni. Van egy csodálatos áldás az Ószövetségben, amit Isten népe azért kapott, hogy Istennek a jelenlétét mindig nem csak, hogy kimondja, hanem kérje is. Ez az Ároni áldás. Mózes 4. könyve 6. részében található, olvassuk is el, többször hallottuk is már, talán mi magunk is elmondtuk nem egyszer. Mondd meg Áronnak és a fiainak. Így áldjátok meg Izrael fiait, ezt mondjátok nekik. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa felét orcáját az Úr, és adjon neked békességet, sálamot. Nem véletlen, hogy az Ároni áldás csúcspontján is a végén ez található. Ennyire fontos az, hogy a békesség valóban megnyugodjon az életünkben. Ne csak úgy elmenjen mellettünk, és a szelét megérezzük, hogy jaj, de jó, hanem valóságos békesség legyen a szívünkben. Olyan, még egyszer, ami az Úr békessége. Nem emberi. Nem emberi reménységből táplálkozik, nem valami jó kilátásból, hanem abból, hogy Isten velünk van. Mert ez az, amit tényleg nem vehet el semmilyen helyzet tőlünk. Mert az Isten kezéből semmi, de semmi nem ragadhat ki bennünket, ha ott vagyunk. Ez a békesség jelenléte. Ez az, amit érez és tud egy kisgyermek, aki ott van az édesanyja kezébe. Ez az, ami mindennél többet jelent, de nem csak egy időszakra, hanem az egész életünkre nézve. Jézustól is tanultunk egy imádságot, a Mi Atyánkot, ami ebben szólítja meg a mindenható Urat, mert megismertük őt Jézus Krisztusban atyának. Itt nem találjuk külön kifejezést a békességről. De nagyon érdekes, hogy ez az egész imádság arról szól, hogy a békesség, Isten békessége Jézus Krisztus által hogy lesz a miénk. Hogy lesz valósága, hogy itt a földön élünk, de a menny békessége mégis már a miénk. Nem egy vágyálomként, nem egy elérhetetlen célként, hanem azért, mert az Isten megáld vele. A Mi Atyánk erről szól, hogy amikor Isten, a Teremtő, a Mindenható, az én család, vagy családtagja lehetek, befogad, hogy az én mennyei atyám lesz. Amikor az ő akaratát elkezdem felismerni, megismerni. Nem az én akaratomat egyre jobban tolni és erősíteni, hanem az Isten akaratát. Sőt, vágyom arra, hogy ez az életemben is valóságá legyen. Amikor el tudom rendezni a bűneimet, bocsánatot tudok kérni, és meg tudok bocsátani. Ezek a békesség alapfeltétele. Amikor az Isten szabadítását átélem a gonosztól, és azt, hogy ő véd meg mindentől.
amikor a mindennapnak a megélhetési gondjait bátra rámelerem bízni. Mert megadja, amire szükségem van. Na ez az a békesség, amelyet Jézus Krisztus által megtalálhatok a mindenható Úrban. És Jézus Krisztus ezt a békességet kívánja nekünk, ezt kívánta a tanítványainak is. De nagyon érdekes az, hogy fölteszik nekik azt a kérdést, amikor meglátják őket, mert attól, hogy Jézus kimondta azt, hogy békesség nektek, elvileg azt várnánk, hogy ha valamit Isten elhatároz, kimond, akkor az azonnal meg lesz az életünkben. Holnap, nem holnap, abban a pillanatban az valami változáshoz. Van ilyen. Van olyan, hogy csodálatos módon meggyógyít, egyik pillanatra, másikra ezek megtörténnek. De nem minden ilyen. Az áldásoknak nagyon nagy része pont úgy működik, ahogy a mi atyánkban mondjuk, hogy legyen meg a te akarodod, amint a mennyben, úgy a földön is, vagyis, amikor mi magunk is készek vagyunk rá, és ki tudjuk azt mondani, hogy ez legyen valóság az életünkben. Ott van a lehetősége. Isten megadta nekünk, kimondta, hogy békesség nektek. Na de még nem történt meg az, hogy ők is átélezték. Jézusnak ez az akarata. Ezért mondta. És kiderül, hogy vannak akadályok, ami miatt ez a békesség, amelyet Isten az életünkben meg akar teremteni, nem működik azonnal. És a tanítványoknál ezt a folyamatot jól végig lehet látni, végigkísérni, hogy ki mondja Jézus, hogy békességnek, azok pedig nem, hogy békességet kaptak volna, hanem tele lettek félelemmel, rettegéssel, mert azt hitték, hogy szellemek látnak. És megszólítja őket Jézus, miért rémültetek meg, és miért támad a kétség a szívetekben. Vagyis, hogy nem kell, hogy ez legyen úrrá az életetekben. Nem kell, hogy távol legyetek a békességtől. Honnan és miért lehet rémület, kétség, félelmek a szívünkben? Miközben Isten kimondja ránk, hogy békesség nektek. Hogy az az akarata, hogy békességben élj. A szívedben, a családodban, a házasságodban, a környezetedben, hogy a békességet képviselhez. Mi az oka? Tanítványoknál ugyan fölteszi. Miért? Miért rémültetek meg? Miért támad kétség a szívetekben? Nézzük is ezt meg. Hát, mi volt, ami miatt megrémültek? Azt hitték, hogy kísértetet látnak. Amikor az ismeretlen, amit én nem tudok úgymond befolyásolni, veszi át a hatalmat az életemben, na, az azt jelenti, hogy valami másik irányba megyek, nem az Isten békességében. Van egy biblia történet, ami elég szemléletes erre. Jónás könyvében olvassuk. Jónás egy csodálatos proféta volt, mármint csodálatos küldetést is kapott. Egy egész várost, egy nemzetet kellett megtérítenie, de ő nem igazán örült ennek a küldetésnek. Nem mindig olyan csodálatos az a küldetés, legalábbis csodálatosnak éljük meg azt a küldetést, amit Isten ránk bíz, mert amikor érezzük, hogy Isten valakinek megbocsát, többet ad lehetőséget, akkor ott jön az, hogy nem biztos, hogy mi egyet fogunk ezzel érteni. Jónás nem értett egyet arra, hogy Isten miért akar megbocsátani Ninivének? Miért akar megbocsátani egy bűnös népnek? Annyira nem értett egyet, hogy elindult, hogy elmeneküljön ezzel elől a parancs elől, és elindult pont az ellenkező irányba, kibérelt egy hajót, megvette a jegyet rá, és elindult, de hatalmas vihar támadt, és ebben a viharban, ahol ő jó elbújt mélyen és aludt, látjuk ezt a történetet. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre, nagy vihar támadt a tengerre, és már azt hitték, hogy hajótörés szenvednek, már mint a többiek, akik a hajóban utaztak Jónással együtt. Félelem fogta el a hajósokat, mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban levő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyítsenek rajta. Ez alatt Jónás, aki lement és lefeküdt a hajó egyik zugában mélyen aludt. Nem nézzük többet a történetet, csak ugyanaz történik, azt mondja, hogy azt hitték, hogy el fognak süllyedni, mint ahogyan a tanítványok azt hitték, hogy szellemet látnak. Amikor, figyeljünk, amikor a hitünk elkezd sötét képeket, illetve úgymond szellemeket látni az Isten jelenléte helyett. Amikor a hitünk már másra fókuszál, amikor azt hitték, hogy. És ez tényleg így működik.
Talán néha egyik pillanatra a másikra tudunk váltani. Sokszor nézzük, de hát nagyon jó példa erre, amikor Péter, az Úr tanítványa vízen járt, és nézzünk bele ebbe a történetbe, Máté 14:27-től. Megint csak rémület volt a tanítványok életében, Jézus odajön a tengeren járva, Jézus azonnal megszólított őket, ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Tehát a bizalom az, amelyik az előszobája annak, hogy a félelem eltávozon tőlünk. Péter ekkor így válaszolták, Uram, ha te vagy az, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vizen. Elkezdett bízni. A hitel Jézusra kezdett tekinteni. Uram, te vagy, a te szavadra minden lehet. Ő pedig így szólt, jöjj. Megszólalt Jézus, őt szólította meg Pétert, kiszállva hajóból járni kezdett a vízen, és elindult Jézus fele. Ez a hitnek a lépése. Amikor békessége volt afelől, hogy a Jézus mondja, akkor mehetek. És tényleg olyan csoda történt, amit előtte soha nem élt át, nem gyakorolta ezt, akkor derült ki. De pár lépés után, amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott, Uram, ments meg. Amikor ez a hit nem Jézusra figyelt, hanem a tenger morajlását, zúgását, a vihart látta. Amikor a hit a sötétségre tekintett, a kilátástalan, amire úgymond nincs hatása. Hát Péternek halász volt életében, tudta, hogy soha sem tudott járni a vizen. Ez a lehetetlen kategória. Tisztában volt a gondolata és az esze, hogy ez nem működhet. Amikor a hite erre fókuszált, a lehetetlenre, meg a Jézus helyett, azonnal elkezdett süllyedni, pedig egy lépéssel előtte még nem így volt. Egy lépéssel előtte. Egyetlen lépéssel. Ez nekünk is arra figyelmeztetés, hogy a hit útja ez ilyen. Nem vehetem le a hitem tekintetét, az én Uramról, Jézusról. Mert abban a pillanatban, ugye, sötétség, félelmek, szellemeket fogok látni, olyanokat, amik egyébként nincsenek is ott, de én ott látom őket. És a hitem látja ott, mert nem az Úrra tekintek, hanem ezekre a félelmekre. Van belőle szabadulás, látszik, egyáltalán ez a odafordulás, a megtérés, amikor újból az Úrhoz fordulok. Igen, ez az ismeretlentől való, amikor a hitem, mert hagyom, hogy másra figyelje, másba kapaszkodjon, úgymond ezekbe a sötét dolgokba, ezekbe a szellemekbe. A másik dolog, ami látszik a tanítványok életében is, hogy Jézus hiába készítette őket előre, igéket mondott nekik, elmondta nekik, hogy elfognak, megölnek, harmadnapra föltámadok. Többször elmondta nekik, határozottan kijelentette, tanította őket. De amikor az Isten ígéretei elhomályosulnak számunkra, úgy a háttérbe kerülnek, akkor nagyon könnyen a kétségek, a rémület tudják megtölteni a szívünket Isten békessége helyett. Mert Isten békessége kéz a kézbe jár az ő ígéreteivel, vagyis az ő igéjével és szavával. Anélkül nincs. Isten ígérete, szava, áldása nélkül nincs békesség. De azzal együtt viszont igen. És a tanítványoknak át kell ezen mennie, ezen az úton. Jézus megkérdezi őket, és utána elkezdi megmutatni önmagát. Bemutatni azt, hogy itt vagyok. Nem vagyok szellem, tudok enni, megmutatja azokat. A békesség uralmának a lépései az életemben is hasonlóan működnek, mint ahogy a tanítványoknak. Mit látunk? Személyesen meg kellett tapasztalniuk azt, hogy Jézus ott van velük. Nem egy szellem, nem valaki más, hanem maga Jézus Krisztus. Ez a személyes tapasztalat. A keresztény élet, a hívő élet ezért csodálatos. Itt nem egy kollektív hitről van szó. Nem arról van szó, hogy elhiszi valaki nekem itt, aki én itt prédikálok, beszélek, azt, hogy igaz, amit én mondok. Lehet, hogy valami így indul a gondolataimban, de a lényeg nem ez, hanem amikor te személyesen találkozol Jézus Krisztussal, a feltámadt Úrral. Ez a hitünk alapja és lényege. Nem az, hogy elhiszem valakinek, hogy találkozott Attilának, hogy igen, ő találkozott Jézussal, és de jó. Hanem amikor én is találkozhatok, ez nélkülözhetetlen. Ez jelenti azt, hogy Isten engem is, téged is megragadott. Ez a megtérésnek a lehetőség. Ezt hirdette Jézus.
hogy eljött az Isten országa, itt van az Isten országa, térjetek meg, éljétek át, legyetek Isten országának a részei, tegyétek le a terheiteket, a bűneiteket, a gonoszságaitokat, ne azt az életet éljétek, amit Isten nélkül, hanem most már vele együtt. A megtérés és a megújulás, a személyes tapasztalat. És hogy mennyire így van, Jézusnak a hívását figyeljük. Máté 11:27-től, azért a 27-et még olvassuk el, mert nagyon érdekes, hogy az én atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az atya, az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Tehát Isten megismeréséről beszélünk, a békességről, a dicsőítésről, és akkor elmondja, hogy ő kinek akarja kijelenteni. Elmondta, hogy jöjjetek én hozzám mindannyian. Mindannyian, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Attól, hogy kétségek vannak a szívünkben, le vagyunk terhelve, az nem szégyen az Isten előtt, nem az van, hogy majd, ha rendeztem az életemet, majd, ha minden rendben lesz, már nem félek, már nincsenek problémáim, na akkor majd az Istenhez mehetek, és jól dicsérhetem őt. Ez nem működik. Mert Isten nélkül nem tudok ettől megszabadulni. Jézus nélkül ennek a ebben fogok vergődni. Nem akkor fog elfogadni, amikor minden rendben lesz, mert úgysem tudok. Ez az ördög hazugsága. Azt mondja, akik megvagytok terhelve, levagytok terhelve, és azt mondja, jöjjetek én hozzám, a személyes, én hozzám. Meg kell tapasztalunk azt, hogy hogyan tudunk Jézussal itt találkozni. Persze most a lélek által, nem személyesen. Lesz személyes találkozás is. Lesz. Nem marad el. Senkinek az életében, aki befogadta Jézus Krisztus lélekben, az személyesen is fog vele találkozni. Elmondta, hogy elment, helyet készít nekünk, hogy ott legyünk vele együtt. És ezért van reménységünk a halálon túl is. Ezért nem végállomás a testünknek a letétele. És igenis, erre van szükségünk. Azt mondja, jöjjetek én hozzám, mindannyian. És ez az a személyes megtapasztalás, amit neked is, nekünk is szükségünk van. De tovább megy ebben ez az egyik lépés, ahogy a tanítványoknál is. Azt látjuk, hogy személyesen megtapasztalták, oda mehettek, megtapintották, megérthették, hogy nem szellem, de nagyon érdekes még az, hogy amikor azt írja az ige, amikor pedig még mindig hitetlenkedtek örömükben, és csodálkoztak. Tehát ez még nem veszi el teljesen. Megismertük Jézus Krisztus, nagyon nagy örömet ad. Attiláiknál is visszaköszönt ez, hogy egy öröm van a szívünkben, amikor megtapasztaljuk, hogy Jézus él, hív bennünket, be lehet fogadni, elfogadhatjuk, és az a jelenlét, amikor befogadjuk az életünk, az határtalan örömet. De nem veszi el minden félelmünket. Sőt, még minden hitetlenségünket sem egyből. Ezen az úton tovább kell menni, és nézzük meg vissza a Máté 11-ben. Jézus pont ezt mondja utána, vegyétek magatokra az én igámat, tehát miután oda jöttetek hozzám, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos, és megnyugvást találtak a lelketeknek. A békesség ennek a megtanulásától függ. Tanuljátok meg tőlem. Ez egy út. Ez nem azonnal, nem ránk száll. Az Isten lelke száll ránk és tölt be. De az, hogy békességünk legyen tényleg a szívünkben, az viszont a mi döntésünk, mi lépés. Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos. A tanulás az Úrtól, amit Jézus Krisztustól. Ezért vagyunk tanítványok. Ezért hívnak bennünket tanítványoknak. Legalábbis alapvetően ez volt az első megszólítás, ezért hívott el bennünket. Ez a fajta szelíd szív, alázat, hogy milyen is az Isten. És hogy nem, a megtanulás most nem azt jelenti, hogy tudsz róla, egyre többet el tudsz mondani másoknak, hanem hogy a szíved megtanulta. A szíved olyan lesz. Mózes így faragta Isten 40 év alatt egy olyan emberre, aki ki tudta hozni a népét. Előtte 40 évesen még nem volt rá kész, eltelt 44-80 évesen volt rá. 40 év kellett neki. Lehet, hogy nekünk is kell néha 40 év, hogy ezeket jól megtanuljuk, de hogy ez a tanulásban Jézus hív bennünket, az biztos. Tanulás nélkül nincs békesség. Mármint Krisztustól való tanulás nélkül nincs békesség. Tehát befogadom az Urat,
az ő öröme eltölt engem, de el kell indulni ezen az úton, hogy tanítvány legyek, hogy tanuljak tőle. És akkor értem meg, hogy mit jelent a viharokban az ő békessége, és az ő megtartó kegyelme és a szeretete. És van még egy dolog, amit itt mond Jézus, amikor elkezdi idézni a Bibliának az igéit, amiket elmond, hogy megérteni Isten igéjét. János 1.9-ben azt olvassuk, hogy az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, ő jött el a világban. Megérteni Isten igéjét. Nem csak olvasni egyszerűen, hanem megérteni. Ez a világosságban lehet, az Istennek a világosságában. Az az érdekes, hogy Jézus a világ világosságaként eljött, ott élt az emberek között, de nem mindenki számára lett tényleg mennyei fény. Csak azok, akik elfogadták. Ezt mondja később az ige, János 10. és a 11. vers olvasjuk. A világban volt, és a világ általa lett. Ő volt a teremtés, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. És mi tovább, akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Így működik az Isten igéje is. Szükségünk van erre a mennyei világosságra, Jézus Krisztusnak a jelenlétére. Ezért fontos tanulmányozni az Isten igéjét, nem a tudás miatt, hanem azt, hogy egyre jobban betöltse a szívünket és a lelkünket. És hogy a Szentléleknek a jelenlétének a világossága pedig tényleg föltárja előttünk, hogy megnyíljon a szemünk, és értsük az irányosokat, megnyitotta, itt nem is a szemüket, azt mondja Jézus, hanem megnyitotta az értelmüket. Uram, nyisd meg az értelmünket, értsük a te igédet. Akkora nagy dolog ez. Egyetlen szó is. Amikor Istennek ez a határtalan bölcsessége a szívedbe költözik. Olyan dolgokra fog indítani, és fogsz elindulni benne, amit soha magadtól ki nem találnál. Mert a mennyből való dolog. Így hívta el a tanítványait is az Úr. Maguktól soha nem indultok volna el. És igen, ennek lett egy következménye, azt mondta a tanítványnak, hogy hát el kell indulnotok követségbe. Ti vagytok a tanúk. Mindenre. Pál egy csodálatos módon megfogalmazza ezt a második korintusi levélben, hogy mit is jelent a békesség követségében élni. Azt mondja, hogy ha valaki Krisztusban van, vagyis befogadta, akkor valami új dolog kezdődött el, egy új teremtés. A régi elmúlt, és új jön létre. Isten új kertet plántál a szívedbe. Az ő kertjét. És mit mondja, az lesz, mindez pedig az Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgáltát. Szóval a békességet nem csak azért kapjuk, nem csak azért fontos, hogy nekünk de jó legyen, nagyon jó, hanem azt, hogy nekünk adta a békéltetés szolgáltát, vagyis ez egy szolgálat is egyben, hogy Isten békessége jelen van a világban. Mindahogyan nem olyan régen pont Banisz Laci bácsiról beszélgethetünk, hogy a kórházban az utolsó napjaiban. Ez volt az ő bizonyságtétele, ami ott már szavakkal nem lehetett mondani, hogy Isten békessége látható volt. Látták az orvosok és az ápolók. Ezt tudták elmondani a családtagjának, ők be se tudtak menni. Ez egy valóságos dolog. Akkor is, amikor már nem kontrollálod az életedet, a dolgaidat, a kommunikációdat. Mert az Isten békessége mélyebb. És menjünk tovább, 19. Isten ugyanis Krisztusban megbékeltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés rád, rám, a békéltetés igéjét. Hogy Isten megszabadít a gonoszságtól. És még, tehát Krisztusért járva, követségbe, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel, követségbe vagy. Követségbe vagyunk. Mert az, akit nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ez a lélek erejének, jelenlétének a valósága. Nagyon nagy szükségünk van Isten békességére. A családunkban, az életünkben. Arra valódi krisztusi békességre, amelyet senki nem vehet el tőle. Mit mondtunk? Elindulni a hit útján, befogadni Jézus Krisztust, elkezdeni tanulni tőle.
Mit jelent alázattal, szelíd szívvel ténylegesen élni? Egyre inkább megtanulni azt is, hogy a hitünk az Úrra fókuszáljon. Ne a sötétségre, ne a szellemekre, ne az árnyakra, hanem az Istenre. Mert ő a valóság. Hogy tényleg az a békesség, amelyet kimondott Isten a te életed, mert kimondta, az egyre inkább valóság legyen és be is töltsön. Te is ezzel együtt betöltsed ezt a küldetést. A békesség követének követségével lenni. Áldjon meg így bennünket az Úr. Amen.